Köszöntöm nézőinket! Ez a Quantum, a Szeged Televízió tudományos műsora. A következő fél órában megmutatjuk, kinek ítélték oda a Balzán díjat. Bemutatunk egy könyvet Neumann Jánosról, aztán feltérképezzük a gombák génhálózatát, végül megnézzük, milyen a múzeum nemrégiben nyílt régészeti látványtára. Tartsanak velünk! Kondorosi Éva akadémikus kapta idén a Balzán díjat a kémiai ökológia területén. Az elismerést 1978 óta minden évben 4 kiemelkedő alkotónak, tudósnak ítélik oda. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont professzora a növények és a baktériumok közötti kapcsolatot vizsgálja. Munkája során igyekszik a fiatal tehetségeket felkarolni, nemrégiben Prágából hozott Szegedre egy ígéretes jövő elé néző kutatót. A Szegedi Biológiai Központban Kondorosi Éva által alapított kutatócsoport a hazai növényi molekuláris biológiai kutatás egyik vezető műhelye. A növények közötti kémiai kapcsolatot vizsgálják, azt, hogy az egyes molekulák hogyan befolyásolják egymást. Különösen a pillangós virágúak és a velük szimbiózisban élő nitrogénkötő baktériumok érdeklik. Mi a rizóbium talajbaktériumok és pillangós virágú növények szimbiózisát vizsgáljuk. Ebben az esetben állandó kapcsolat alakul ki a baktérium és a növény között. Plusz még ehhez hozzájárul az is, hogy kémiai molekulákkal lehet érzékelni a kapcsolatát a növénynek, például a talajban lévő táptalajokkal. Ha nincs elég nitrogén a táptalajban, akkor ezt a növény érzi, éhezik, és ezt a nitrogén éhségét valahogy ki kell elégíteni, és ilyenkor kerül sor a szimbiózisra, mert nitrogénkötő baktériumokkal, ha létrejön a szimbiózis, egy új növényi szerv fejlődése, a gyökérgümő, és ezeken a gyökereken belül, a gümökön belül a baktériumok át tudnak alakulni nitrogénkötő baktériumokká, amelyek képesek lesznek a levegő nitrogénjét ammóniává redukálni, és ezt átadni a növénynek, és biztosítani így a növekedését. A baktérium jelmolekula a gyökér felszínén be tudja indítani a gyökérgümő fejlődését, ugyanakkor a baktériumokkal is történik változás. Eddig az volt az általános nézet, hogy baktériumok nem képesek differenciálódásra. És mi felfedeztük, hogy a baktériumok épp úgy differenciálódnak, mint az őket befogadó gazdasejt, a növényi sejt. Mind a kettőnél az történik, hogy nagyon nagy mértékben megnövekszik a méretük, a növényi sejteknek részben azért, hogy teret tudjanak nyújtani körülbelül 30-50 ezer baktériumnak a sejten belül, ami majd a nitrogénkötést fogja végezni. Ugyanezt történik a baktériumnál is, hogy egy darabig szaporodnak a növényi sejtekben, majd amikor elérnek bizonyos sűrűséget a növényi sejten belül, akkor leáll a sejtosztódásuk, és megindul a differenciálódásuk. Ugyanúgy, mint a növénynél, ez a genomjuk megsokszorozódásával jár, és ezáltal hatalmas méretű baktérium sejtek jönnek létre, amelyeknek sokkal nagyobb a nitrogénkötő kapacitása, mint hogyha ez a differenciálódási folyamat nem jönne létre. Ahhoz, hogy tudják, hogy a fejlődés melyik állapotában milyen gének szükségesek, hogy ezek a differenciálódási folyamatok végbe menjenek, RNS szekvenálást végeznek. A Balzán díjat is egy ehhez kapcsolódó új felfedezésért kapta. Kimutattuk azt, hogy a növény egy sejten belül körülbelül 800 peptidet termel, ezek kis fehérjék, amelyeket nem egyszerre termeli, hanem a fejlődés különböző szakaszában, és ezek végzik el a baktériumban azokat a változásokat, amelyek végül ehhez a differenciálódáshoz szükségesek. A Balzán díj 750 ezer svájci frankkal járó elismerés legalább felét a fiatal kutatók projektjeinek támogatására kell fordítani. Kondoros Éva két nemzetközi fiatal kutatót szeretne bevonni az itteni munkába, közülük egy már meg is érkezett. I came from Prague, from the Institute of Physiology, and I just started my postdoctoral studies here. Prágából érkeztem a Fiziológiai Intézetből, és most kezdtem meg itt a posztdoktori tanulmányaimat. Nagyon örültem, hogy a felhívásra engem választott ki professzorasszony. Nagy kihívásnak tartom, hogy most itt kutathatok, és hogy erre támogatást is kapok a projektben. Eddig a fehérjék szerkezetével foglalkoztam, most bizonyos peptidek szerkezetét és baktériumok célpontjait vizsgálom.
A kutató professzor munkássága is hasonlóan kezdődött. Biokémiával akkor kezdett el foglalkozni, amikor az ELTE elvégzése után Szegedre került, de ebben a szerelem is közrejátszott. Mikor még szakdolgozó voltam, a genetikai intézetbe kezdtem el szakdolgozni, ahol volt egy rendkívül tehetséges, nagyon jó képű, sportos, abszolút szuper fiatal ember, Kondorosi Ádám, aki egy kicsikét ott tanítgatott, de hát körülbelül mondjuk ennyi volt, és Ádámot ide lehívták Szegedre, és őt kérték meg, hogy itt indítson benne egy rizóbiom genetikai csoportot. Na most a sors úgy hozta, hogy összeházasodtunk, és én is kaptam egy akadémiai ösztöndíjat, amivel lejöttem Szegedre. Amikor Alföldi Lajos megtudta, hogy mi összeházasodtunk éppen, akkor azt mondta, hogy az lehetetlenség, hogy mi egy intézetben dolgozunk, még akkor is, hogyha én külön csoportban vagyok, mert nem lehet, hogy férj és feleség egy intézetben legyen, főleg azért, mert attól félt, hogy én tönkre fogom tenni így Ádámnak a karrierjét. Alföldi Lajos az iránta való féltésből úgy gondolta, hogy ez jobb megoldás. Úgyhogy én a biokémiára kerültem, de hát nyilván azért esténként azért megbeszéltük, hogy hogy megy az ő kutatása, az én kutatásom. A peptidek aktivitásáról azt feltételezték, hogy antimikrobiális hatásuk van, és be is bizonyították, hogy ezek jó hatással vannak bizonyos baktériumokra és gombákra. Mivel tudjuk, hogy bizonyos peptideknek le kell állítani a baktériumoknak a szaporodását, ezért feltételeztük, hogy vannak közöttük olyanok, amelyeknek nagyon jó antimikrobiális hatása van, és valóban találtunk ilyeneket, amelyek nagyon-nagyon jól hatnak a legtöbb patogén baktériumra és gombákra is, sőt olyanokra is, amire már a normál antibiotikumoknak nincsen hatása. A jelen és a jövő kutatásai a peptidek rákellenes hatására, az újfajta antibiotikumok fejlesztésére és a növényvédelemre irányulnak. Mindezt szerves kémikusokkal és az Egyetem Farmakológiai Intézetével közösen végzik. Najma Jánosról írt könyvet Vizinger István újságíró, aki már évtizedek óta foglalkozik az évszázad emberének tartott kutató munkásságával. Az éppen hogy nem Nobel-díjas magyar származású tudós többféle területen is korszakalkotó felfedezéseket tett. Neumannak köszönhetjük a mai számítógépeket, emellett dolgozott a kvantummechanika megalapozásán, valamint a játékelmélet terén is maradandót alkotott. Az új kötetet a Szegedi Somogyi Könyvtárban mutatta be a szerző. Neumann János 1903-ban született Budapesten. Már gyerekkorában feltűnt, milyen tehetséges a matematikában. Emellett több nyelvet is tanult, és kitűnő emlékező tehetsége volt. Ez egy speciális memóriája volt, amiről az emberek nem tudták, hogy ilyen létezik, és mikor ő kikerült Amerikába, akkor kezdték el vizsgálni. Ez tükörmemória volt, tehát ez azt jelenti, hogy ő minden fejben megjegyzett, amit egyszer olvasott. Ő képes volt a Dickensnek, a Két város című regényének az első 30 oldalát fejből elmondani, mintha bebiflázta volna. Miközben ő csak elolvasta. Neumannt 1913-ban beíratták a szülei a híres ágostai hitvallású evangélikus főgimnáziumba. Ide járt különben Wigner Jenő is, aki 1963-ban fizikai Nobel-díjat kapott. Neumann 1921-től a Budapesti Tudományegyetem matematika szakán tanult. Közben sokat járt Berlinbe, ahol még Albert Einstein előadásait is hallgathatta. 1925-ben Zürichben vegyészmérnöki, egy évvel később Budapesten matematikusi diplomát szerzett. Már 1930-ban meghívták az Amerikai Egyesült Államokba a Princetoni Egyetemre vendégnek, majd az intézmény elismert professzora lett. Megdöbben az ember, hogy egy ilyen tudós, aki egy elméleti tudós volt eredetileg, egyébként csoda gyerek volt már, fiatalon 6-8 jegyű számot fejből összeszorozott, és mindenféle műveletet tudott vele csinálni. Kvantumelméletből ő írta meg a matematikai alapjait, ami világhírű lett. Neumann János tudásának ma minden nap haszonélvezői vagyunk, hiszen az első számítógépek az ő elmélete szerint készültek. A kettes számrendszer alkalmazása, a memória, a programtárolás, az utasítási rendszer, ezeket ma Neumann elvekként emlegetik.
Ezeken az alapokon működnek a mai modern komputerek is. Mindenki úgy beszél róla, hogy Neumann a számítástechnika atya, én úgy beszélek róla, hogy ő a számítástechnika mózese, ugyanis a modern számítástechnika akkor született meg, amikor ő már meghalt. De nélküle az egész elképzelhetetlen. Ő csinálta meg az első számítógépes időjárás prognózist. Ő volt az első, aki a klímaváltozásról úgy beszélt, hogy azt mondta, hogy a klímaváltozás nagyobb veszély az emberiségre, mint az atombomba. Meglepő lehet, hogy Neumann János, aki igen mély és széleskörű tudással rendelkező ember volt, nem kapta meg a legnagyobb tudományos elismerést. A könyvemben van egy fejezet, az a címe, a meg nem kapott Nobel-díj. Ez azért van, mert matematikai Nobel-díj nem volt, ez ugye Nobel ügye, hogy miért nem volt matematikai díj, erről is van egy történet, de én nem nagyon szeretem, mert ez fabula jellegű, városi legenda, hanem az a helyzet, hogy nem volt még Nobel-díj. 1968-ban döntött a Nobel-díj bizottság, hogy 1969-ben kiadja. Ő meg 57-ben meghalt. De általános vélemény volt, ha megéri, akkor Morgensternnel megosztva ők ketten kapják az első Nobel-díjat, a közgazdasági Nobel-díjat. Nem kaphatott. Ami nincs, azt nem lehet elosztani. Vizinger István újságíró évtizedek óta foglalkozik Neumann János életének és munkásságának eseményeivel. Már 1984-ben is ő volt a riportere annak a filmnek, amely a magyar származású tudós pályáját bemutatta. A könyvében most még több ismeretet és érdekességet gyűjtött össze. A címe ugye az, hogy egy elme az örökké valóságnak. Ez azt jelenti, hogy ő neki egy rendkívüli élete volt, és igazán nagy bizonyítéka az, hogy a világ legjelentősebb gazdasági lapja, a londoni Financial Times, 1999 karácsonyi számban, ami egy dupla szám volt, őt választotta az évszázad emberének. Ilyen csak egy volt, Einstein, akit a Time című magazin választott az évszázad emberének. Most ahhoz képest, hogy ő 1903-ban született, és 57-ben meghalt, tehát összesen 54 éves volt, ehhez elég kalandos élet volt, nem? Az az érdekes, volt öt ember, aki Magyarországon született, és világhírű az Egyesült Államokban lett. Tellerede, Wigner Jenő, Szilárd Leó, Neumann János és Kármán Tódor. Ezeket úgy hívták a marslakok. Fermi és Szilárd beszélgetett, és Fermi azt mondta, hogy ő hallott arról, hogy a Föld tele van marslakokkal, de hol van? Mire a Szilárd Leó azt mondta, hát itt vannak közülünk, egy furcsa nyelven beszélnek, magyaroknak nevezik őket. Magyarán ez a marslakó legenda, ez jelzi, hogy itt rettetes sok értékes tudóssal élünk együtt, de nagyon gyakran nem becsüljük őket. Neumann János a II. Világháború idején a tudományos tevékenysége mellett bekapcsolódott a haditechnikai kutatásokba is. Részt vett az első atombomba megépítésével kapcsolatos titkos programban, az elméleti munkában. 1954-ben megkapta az Egyesült Államok érdemérmét, mert elindította a 20. század második felének informatikai forradalmát. Több akadémia és más tudományos társaság is a tagjának választotta, illetve díszdoktorának ismerte el. Neumann rákos betegsége miatt 1957-ben elhunyt, így sok ötlete megvalósulását már nem érhette meg. Arról gondolkodott, hogy egy olyan gépet kéne csinálni, ami önmagát meg tudja csinálni, tehát önmagát tudja reprodukálni. Ma már ez megvan, a háromdimenziós nyomtató. Mégse a számítástechnikus Neumann becsülöm rendkívül nagyra, hanem a játékelméletet kidolgozó. Ugyanis a játékelmélet az nem matematika, az tulajdonképpen társadalomtudomány, pszichológia, de ugyanakkor objektív szabályszerűségek szerint, ahogy a pókerbe vagy a sakba, úgy működik az ember. Na most erre rájönni, hogy egyszer csak eljön egy ember, aki a számítástechnikához is ért, a közgazdasághoz is ért, a frekvencia szabályokhoz is ért, sakkozni is tud, pókerezni is tud, és úgy is tud viselkedni például, hogy a házasságon belüli játék, amit mondanak, hogy két ember közötti kommunikációs játék, annak megvannak a matematikai alapjai. Ez a Neumann Jánosnak köszönhető. Én nekem Neumann elsősorban a játékel miatt rendkívüli ember.
A biotechnológiai szempontból legfontosabb gombák teljes génszabályozási hálózatainak feltérképezését célozta meg a Szegedi Biológiai Kutatóközpont Lendület Gomba Genomika és Evolúció Kutatócsoportja. Egy nemzetközi projekt keretében világszerte több mint 40 kutatócsoporttal működnek együtt. Arra keresik a választ, hogy honnan ered a gombák sok sejtűsége, és milyen genetikai hálózatok teszik lehetővé, hogy hatékonyan bontsanak le bizonyos növényi anyagokat. Génszabályozási hálózatok vizsgálatával foglalkoznak az MTA, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont Lendület Gomba Genomika és Evolúció Kutatócsoportjának munkatársai, akik munkájukkal többek között a fenntartható biotechnológiához is hozzájárulnak. A szegedi kutatók egy nagy nemzetközi együttműködésbe is bekapcsolódtak, melynek célja bizonyos gombák teljes génszabályozási hálózatainak feltérképezése. A FANCOL egy nemzetközi projekt, amit most kezdtünk annak érdekében, hogy megérthessük, hogy a gombák azok hogyan szervezik a saját génjeiknek a kifejeződését, és milyen szabályszerűségek szabják meg azt, hogy a gombák linocelluláz és természetes képző képesség az evolúció során kialakulhatott. Nagy László és kutatótársai a FANCOD projektben az amerikai Joint Genome Institute-tal és világszerte több mint 40 kutatócsoporttal együttműködésben dolgoznak. A szegedi kutatóbázisnak központi vezető szerepe van a közös munkában. A projekt struktúrája az úgy néz ki, hogy négy olyan labor van, ami a projekt vezetéséért felelős, ebből az egyik mi vagyunk. A másik három labor Hollandiában, kettő pedig az Egyesült Államokban van, és ezek alá a laborok alá szerveződik az úgynevezett kollaborátor csoportoknak a nagyobb tábora, akik különböző speciális kísérletekben és munkafolyamatokban tudnak részt venni. A projekt során a kutatók a transzkripciós faktorokhoz tartozó géneket vizsgálják a génkifejeződés minden lehetséges feltétel melletti mérésével. Ez a módszer segíti elő a génszabályozási hálózatok pontosabb megismerését. A transzkripciós faktorok azok olyan fehérjék a sejteken belül, amelyek a DNS-t kötik, méghozzá specifikus pontokon, és ezáltal be tudják indítani, vagy ki tudják kapcsolni bizonyos géneknek a kifejeződését. Ezáltal egy nagyon-nagyon finoman hangolt pontos szabályozó mechanizmust teremtenek meg arra, hogy az élő lény az egy adott időpillanatban bizonyos géneket, ez több száz vagy több ezer gén is lehet egyszerre, bekapcsolva vagy kikapcsolva tudjon tartani, sőt a bekapcsolt állapoton belül is a gén kifejeződésnek a szintjét nagyon finoman tudják szabályozni. A mi kérdésünk az, hogy ezek a gén szabályozási hálózatok, amik ezek köré a transzkripciós faktorok közé szerveződnek, ezek milyen elrendeződésűek, és milyen különböző előre és visszamutató interakciókon keresztül szabályozzák a gének kifejeződését. Ilyen vizsgálati technikák már régóta elérhetőek a biológusok számára, azonban kapacitásuk korábban korlátozott volt. A legújabb fejlesztéseknek köszönhetően ma már sokkal több lehetősége van a kutatóknak arra, hogy összetettebb képet kapjanak a gombák teljes génszabályozási hálózatairól. A projektben 5 gombafajt vizsgálnak. Ezek általánosságban a legelterjedtebben használt gombamodellorganizmusok. Ilyenkor érdemes olyan gombafajokon dolgozni, amire már sok információ rendelkezésre áll, tudjuk őket genetikailag manipulálni, tudunk velük dolgozni a laboratóriumban, ezért esett a választás erre az 5 fajra. A fajok egyik része az úgynevezett bazidiumos gombák közül jön, ide tartozik például a Copnopsis nevű faj, ami magyarul tintagombák csoportjába tartozik, illetve a Phaneroceta nevű faj, aminek hát magyar neve nem biztos, hogy van. Mind a két gomba híres arról, hogy nagyon hatékonyan tudja a növényi sejtfalnak különböző alkotóelemeit lebontani. A kutatás egyik fő kérdése, hogy evolúciósan honnan ered a gombák sok sejtűsége. A vizsgálatok során a kutatók azt is igyekeznek felderíteni, hogy milyen genetikai hálózatok teszik lehetővé a gombák számára, hogy minden más élőlénynél hatékonyabban bontsanak le bizonyos növényi anyagokat. A gombák a leghatékonyabb mikrobiális szerkezetek, amik képesek lebontani a növényi sejtfalnak minden alkotóelemét. Gondolni kell a ligninre, ami a fás szilárdításért felelős, illetve a cellózra és hemicellózra egyéb alkotóelemekre, ami a növényi sejtfalnak a rugalmasságát adja. Ezek nagyon komplex biológiai polimerek, és a gombák
sejten kívüli enzimrendszereket termelnek azért, hogy ezeket le tudják bontani. Ezek az enzimek, ezek a biotechnológiában nagyon hasznos fehérjéknek bizonyultak. Számos bioenergia projekt, illetve bioüzemanyag előállításra irányuló kutatás foglalkozik ilyen enzimekkel. A mi célunk az az, hogy ne csak magukat az enzimeket, hanem a kifejeződésüknek a szabályozását is megértsük. Ezen kutatások eredményei hasznosak lehetnek a bioüzemanyag ipari előállítási folyamataiban, illetve megnyithatják az utat a gombatermesztés hatékonyságának növeléséhez is. Amikor gomba soksejtűségről beszélünk, akkor azokra a gombatermőtestekre kell gondolni, amit a boltok polcain laskagombaként és csiperkeként ismerünk. Hogyha feltérképezzük azokat a génszabályozási hálókat, amelyek a termőtest képzésért felelősek, olyan információk lehetnek a kezünkben, amik segítenek eljutni hatékonyabb, élelmiszer technológiai szempontból jobb, vagy akár tetszetősebb gombatermőtestekig, ami a boltok polcain csábítóbb és finomabb termékként jelentkezhet. Jelenleg a megfelelő módszerek kidolgozása és a kísérletek beindítása zajlik. Ahogy az a tervekből is kiderül, a kutatók a 3 éves együttműködés végére a tudományos teljesítmény mellett a gyakorlatban is alkalmazható eredményekkel szeretnének hozzájárulni a biotechnológiai ipar működéséhez. Október végén nyitotta meg kapuit a Móra Ferenc Múzeum régészeti látványtára. Régi adósságát pótolta ezzel a város, hiszen néprajzi és természettudományi tár már régóta létezik az intézményben, de régészeti eddig még nem volt. Pedig ilyen emlékekből is sok említésre méltó sorakozik a múzeum polcain. Európai hírű történelmi korszakot meghatározó kincsek, szerszámok, ékszerek, használati tárgyak kerültek a látványtárba, ahol az is kiderül, miért tettek a női sírokban lúd tojást. Kincsek, amiket eddig sehol nem láttunk. Kőkorszaki leletek, melyek alapján csak elképzelni tudjuk, hogyan éltek őseink. Ezekből az eddig elzárt régészeti gyűjteményből állítottak össze egy látványtárat, ahol a legkülönfélébb korszakú és típusú tárgyak sorakoznak. Arra törekedtünk, hogy valamennyi gyűjteményi tárgy, amely korszakot képviselít, a lehető legszélesebb palettán kerülhessen bemutatásra. Itt a különböző kézműves termékektől, a különböző használati eszközökig, fegyverektől, viseleti kiegészítőkig, ékszerekig, kultikus, óvóvédő, liturgikus tárgyakig csodálhatnak meg az ide látogatók műtárgyakat. A gyűjtemény 7500 évet ölel fel, egészen a neolitikumtól, vagyis az újkőkorszak időszakától a középkorig, ugyanis a legkésőbbi leletek a 16. századból valók. A látványtár egy speciális kiállítási forma. Ez ugye a raktár és a kiállításnak egyfajta keveréke. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy a múzeumi struktúrában ez a látványtár dolog, ez egyfajta összvér. Ha a kiállítás a ló és a raktár a szamár, akkor valahogy ebből gyúrtuk össze tulajdonképpen ezt a dolgot, amit látványtárként valósult meg. Ugye úgy kell ezt elképzelni, hogy a látványtárban elsősorban nyilvántartási, raktározási rend szerint kerülnek bemutatásra a tárgyak. Ha majd körbe sétálnak, látni fogják, hogy se egy fölirat, se egy értelmező szöveg, tehát ez gyakorlatilag megtartotta ezt a raktári struktúrát, és ebből a szempontból itt maga a műtárgy az, ami az interpretáció, tehát az beszél önmagáért. Az itt fellelhető emlékek többsége Csongrád megyéből való, de ez a kereszt oroszlámosról, a mai Szerbia területéről származik. Ezek a balták és fejszék pedig annak bizonyítékai, hogy több ezer évvel ezelőtt is volt élet a mai Szeged környékén. Ráadásul a részkort, mint az őskor önálló korszakát is ezek miatt különítették el. Itt, ami nagyon különleges, és mondhatom azt nyugodtan, hogy európai hírű, ez az úgynevezett sziléri részkincs, amely szintén egy ilyen töltésépítési munkák eredményeként tulajdonképpen a sziléri városrész területéről került elő, ahol akkor létesítettek egy nagy homokbányát, és hordták el a töltésépítéshez a földet, és közben megtalálták ezt a sziléri
részkincset. Ezt a mumifikálódott kezet és lábat egy egykoron Londonban élő művészetkedvelő adományozta a múzeumnak. A leletek többségére azonban az 1879-es nagyárvíz utáni töltésépítési munkálatok és a várbontás során bukkantak rá. Ez egy római kori, valószínűleg egy nagyobb dombormű részét képező császárfejábrázolás lehet, tehát egy ilyen nagyon szép relief, ami bizonyítja azt, hogy itt a római kor időszakában is már Szegeden valamiféle élet lehetett, ugye Partiszkun városát Szegeddel azonosítják. Móra Ferenc, a múzeum legendás névadó igazgatója is sok ásatáson kutatott, egy szőregi temető is sok kincset rejtegetett számára. És akkor nézzünk meg egy jellegzetes perjámos tárgyat, ezt az úgynevezett kétfülű korsót, ami ugye az alsó harmadban hasasodik, és egy kihajló tölcséres szájjal végződik, ugye a pereme, vagy a füle az a peremből indul, és a nyak alsó részén végződik. Ugye itt különböző bekarcolt díszítéseket láthatunk, ami a perjámos kultúrában tulajdonképpen jellemző. Móra idejében évente jó, ha több száz tárgy került a gyűjteménybe, manapság ez több tízezret tesz ki egy év alatt. A múzeum régészeti gyűjteményébe írt tárgyak megközelítik a 800 ezer darabot. Ezek mind-mind valamilyen történelmi korszakról, népcsoportról árulkodnak, például a népvándorlás korából. Itt látható üvegpohár, Móra Ferenc ásatársából származik, tápén malajdokról, a szarmata sírból, a szarmaták iráni eredetű nomád törzsek, a Kárpát-medencébe Krisztus után első század közepén jelentek meg, és először a Duna-Tisza közének az északi részét foglalták el, majd fokozatosan terjesztették ki a hatalmukat délebre, és Szeged környékét Krisztus után második század közepére érték el. A cél az, hogy minél szélesebb körben bemutatásra kerülhessenek ezek a régészeti tárgyak is, valamennyi múzeumban őrzött egyéb tárgy is, hiszen minden látványtárnak, ennek a régészetinek is nem titkolt célja az, hogy minél közelebb hozhassa és minél szélesebb körben mutathassa be azokat a kulturális javakat, amelyek tulajdonképpen közös szellemi értékünk. Ez egy úgynevezett fibula, ezt igazából ma egy ruhakapcsoló tőként tudnánk elképzelni, amit általában a nők ide az öv környékére függesztettek, ezzel kapcsolták össze a ruhájukat. Ezt meg is lehet figyelni itt a tűtartó részén, ami mára már letörött. A kiállítás egyik látogató-csalogató emléke az az 1500 éves lúdtojás, mely szintén a környékről, Kizomborról való. Jelentése több, mint gondolnánk. Az avarkorban elterjedt szokás volt, hogy a női férfi temetkezésekbe, de inkább a női temetkezésekbe tojásokat mellékeltek. Itt igazából úgy gondolják, hogy egyfajta termékenységi szimbólum volt maga a tojás, és ez egy különleges darab, amit így éppen igazából restaurálni tudtak. Mert hogy az itt kiállított tárgyak sok mindenen keresztül mennek azért, hogy ilyen formában nézhessék meg őket, akár egy év is lehet, mire a földből a vitrinekbe kerülnek a meglelt tárgyak. Számos ember dolgozik még ezeken a tárgyakon, ugye a restaurátorok foglalkoznak vele, a kis töredék cserepekből összerakják, összeállítják az edényt, megtisztogatják a fémeket, konzerválják, hogy tovább ugye ne korrodálódjanak, tehát mindenféle bonyolult folyamatokon, kémiai eljárásokon esnek át ezek a tárgyak, mire ugye a nagy közönség elé tárjuk őket. A Móra Ferenc Múzeum törzsgyűjteménye bárki számára tartogat izgalmas kincseket. A régészek munkáját a kicsik múzeumpedagógiai foglalkozásokon, a nagyobbak tárlatvezetésen ismerhetik meg. Kedves nézőink, ez volt a Kvantum. Decemberben újból jelentkezünk szegedi tudományos hírekkel. Várom önöket akkor is. Viszontlátásra! A
műsorvezetőt a Livello di Vita öltöztette.